Házak látványtervei a Nemzeti Mintaterv katalógusból, ami 2 hónapja érhető el. Ezeket ingyen felhasználhatják azok, akik a Magyar Falu Program keretében építkeznek, családi otthonteremtési támogatásban részesülnek. Azonban a terveket az adott telkekhez, viszonyokhoz kell alakítani. Ezek a tervek szükségesek adoplációra, mivel kvázi fiktív tervek és nem konkrét telkekre készültek, ezért minden építetőnek ezt a tervet adoptálnia szükséges. Az adoptációs tervezésnek nyilvánvalóan van valamiféle költsége, ezt a költséget a családi otthonteremtési támogatáson keresztül igénybe lehet venni, tehát leírhatóak ezek a költségek az építetők számára. Jól látszik, hogy különböző nagyságú házak tervei ezek, még a becsült bekerülési költségeiket is feltüntették némelyiknél. Állami felhívás alapján készítették az építészek ezeket. Ezek a tervek egy bírálaton keresztül lettek kiválasztva, műszakilag felügyelték ezeknek a készítését, és teljesen alkalmasak arra, hogy ezek az épületek, illetve ezek a tervek megvalósuljanak, megfelelő eljárás alá, illetve egyszerű bejelentéssel bejelenthetőek, hatósági eljárás alá vonhatóak, település képi és helyi építési szabályzatoknak megfelelően. A legkorszerűbb építőanyagokkal és technológiákkal építhetők meg ezek a házak, de nem csak az új ingatlanoknál használhatók, hanem a régi típus terv alapján, mint például az egykori kádárkockának nevezett lakóházak is átalakíthatók. Mintegy 100 terv közül választhatnak az érdeklődők, akiknek regisztrálniuk kell a Nemzeti Mintaterv katalógus oldalán. Ha pedig megtalálták a nekik megfelelő építészeti elképzelést, akkor el kell fogadniuk egy nyilatkozatot, miszerint a tervet csak egyszer és saját célra használják fel.